Az országos román önkormányzat és az intézmények vezetői voltak jelen azon a megbeszélésen, ahol részt vett Fülöp Attila, az egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. A tanácskozáson áttekintették az önkormányzat elmúlt időszakát, kiemelve a fenntartói feladatok tapasztalatait. Az önkormányzat stabil működéséhez nagyban hozzájárult az is, hogy a korábbi 4 milliárdal szemben 8 milliárdos támogatást kapnak a nemzetiségi önkormányzatok. Az önkormányzatok erősödni tudtak, a román nemzetiség a magyar költségvetésből kétszer annyi pénzt kap 2015-ben, mint kapott 2010-ben. Azt gondolom, hogy ez egy elég erőteljes, nem csak szóbeli, hanem tettbeli elhatározást is jelent. Másrészt, ami nagyon fontos, az az intézmények és itt az iskolák helyzete. Itt voltak azok az iskolavezetők, akik maguk ugye a vezetői ezeknek a köznevelési intézményeknek. Az ő elmondásukban ugye a gyereklétszámra, finanszírozásra való tekintete azt gondolom, hogy a működésük ezeknek az iskoláknak megoldott. Az, hogy felmerülnek kérdések és igények a jövőbeni beruházással kapcsolatban, az pedig természetes dolog. A megbeszélésen elhangzott, mindkét fél jónak és előremutatónak tartja az állam és az önkormányzat közötti kapcsolatot, amit a jövőben tovább szeretnének erősíteni. Állandóak a megbeszélések, hogyha bármilyen kérdés, igény felmerül, akkor abban azonnal állunk rendelkezés, mint hogy az önkormányzat is megpróbál segíteni. De azt gondolom, hogy az fontos látni és fontos kiemelni, hogy azért itt a Kárpát-medencében élés az egyfajta együttműködésre is kötelez. Ha megnézzük a magyar állam történetét, 1000 éves történetét, azért abban is az együttélés jelenik meg, és az, hogy az itt élő nemzetiségekkel mindig a támogatás és az együttélés, a párbeszéd volt a fontos, még akkor is, hogyha a történelem hozott erre néha ellenpéldát. A Gyulai Nikolaj Balcsescu gimnázium és általános iskolában már megvalósítottak néhány kisebb beruházást, amit a jövőben is folytatni kívánnak. Erről szintén szó esett a megbeszélésben. Az idáig eltelt két évben sikerült körülbelül egy 60 millió forintos beruházásra ugye, támogatást szerezni. Szeretnénk ezt tovább folytatni, ugyanis a nyílászárók cseréje az hát egy akut probléma az intézmény esetében, ami mindenképpen megtakarítást jelentene az intézmény számára, költségmegtakarítás, és a délután folyamán helyettes államtitkár úr megtekinti ezt az intézményt, mint ott be lesz mutatva, hogy tulajdonképpen ezek a nyílászárók milyen állapotban vannak, és szeretnénk ezt a beruházást a továbbiakban folytatni. Az államtitkár elmondta, a megye egyik legnagyobb beruházásaként 150 millió forint külön forrás biztosítanának a Batonyai iskola felújítására.